Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. Szervusztok, kedves gyerekek! Köszöntelek benneteket a mesesarok újabb adásában. Ma a cinegéről mesélek nektek. Egyszer nagy hideg volt. Az ablakot jégvirágok nőtték be. Az emberek bundába mentek ki a szobából, fülükre húzták a sapkát, és kék orral könnyező szemmel tértek vissza. Olyan nagyon hideg volt. Azt mondták, hogy soha, mióta élnek, ilyen hideg nem volt még. Juliska rálehelt az ablakra. A jégvirágok megolvadtak egy helyen a leheletétől, és egy kerek tisztaság támadt. Juliska ezen kinézett a kertbe. Mit látott? Hóval prémezett fákat, és szép fehérséget mindenütt. Az ablaktól néhány lépésnyire volt egy almafa. Annak az egyik ágán egy madárka ült. Piciny lába belesüllyedt az ágon fehérlő hóba, szomorúan csipegetett. Egyszer csak lehúnyta a fejét, a feje aláhanyatlott. A következő pillanatban lehullott az ágról, és beleesett a hóba. Ott is maradt mozdulatlanul. Jaj! Kiáltott fel Juliska, meghalt. Ki halt meg? Kérdezte Mariska. Hát a kismadár. A szegény, megfagyott kismadár. Azzal kendőt kapott a vállára, és kifutott. Fölvette a kismadarat, és bevitte a szobába. Ott addig-addig melengedték, míg nem egyszer csak fölemelte a fejét. Egy darabig bágyadtan nézett, aztán felröppent. A lányok nevettek és tapsoltak, hogy így visszanyerte az életét a madárka. Előhoztak egy üres kalitkát a kamrából, és hívogatni kezdték. Gyere bele, kis madár, ez lesz a te házad. Adunk neked kendermagot, friss vizet. Olyan jó dolgod lesz, mintha nyár volna. A madárka azonban nem értette a hívogató szót, rémülten kerengett ide-oda a szobában. Olykor nekirepült az ablaknak, mindenképpen szeretett volna kimenni. Vissza a tél rideg, hideg, havas világába. Végre megfogták, és betették a kalitkába. De ó, hogy vergődött kis bolondos cinege, mindenképpen ki akart szabadulni. Aztán, mikor látta, hogy a lányok elvonultak a szoba túlsó sarkába, megállott. Már nem röpködött. Észrevette, hogy nem bántja senki. Leugrott a kendermagos etetőhöz, és evett, evett szegényke, és ivott is rá nagyokat. Néhány nap múlva megszelídült, nem verte többé a szárnyaival a kalitka drótjait. Jól esett neki a meleg szoba, meg a jó étel-ital. Egyszer, mi jutott eszébe, felült a kalitka legfelső ülésére, és énekelni kezdett. A lányok örvendezve állatták körül, dalolj, dalolj, aranyos cinege, és a madár dalolt, dalolt félig lehúnyt szemmel boldogan. Vajon miről dalolt? Talán a tavaszról? Talán a nyárról, talán az ibolyáról, a napsugárról, vagy egy másik kis cinegéről. Az egész telet ott töltötte a kismadár. Jó kedve volt. A tolla élénkebb színben ragyogott, mint mikor oda került. Aztán jött a tavasz.
kizöldült a fű. Meleg napsugár szállott az égből, az almafa virágzott, s künt csicseregtek a fecskék. A cinege kidugta a fejét a drótokon, és szomorúan nézett ki az ablak üvegén át a szabadba. Nem dalolt többé, csak ült, elgondolkodva, szótlanul. Most már eresszük el, szólt Juliska, látom, hogy ki kívánkozik. Jaj, ne eresszük el, felelte Mariska, ki énekel akkor nekem? Ejnye, te szívtelen! Hát csak arra gondolsz, hogy énekeljen neked? Nem látod, hogy ő szegény milyen szomorú? Ő nem rabnak született, börtön neki a kalitka. Hát jó, sóhajtott Mariska, eresztük szabadon. Elengedték. Isten áldjon, kismadár! Integettek utána kendőjükkel. Másnap, ahogy ott ültek a szobában, az ablakon át beszálló napfényben egyszer csak ismerős madárdal hangzott. Ott volt a kis cinege. Ült a barackfán, és énekelt Juliskának és Mariskának. Kedves gyerekek, remélem tetszett ez az aranyos kis mese a cinegéről. Egy feladatot is kaptok most tőlem. Egy ajándékot szeretnénk. Vagy több ajándékot? Vagy sok-sok ajándékot? Kérlek benneteket, hogy lepjetek meg minket ajándékokkal. Rajzoljatok, fessetek nekünk valami szépet. Beküldési határidő, december 6-a. Várjuk rajzaitokat, festményeiteket. Viszontlátásra, szervusztok! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. A mesesarok támogatója a Monori Goods Market.